Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 119. adása, és ahogy megszokhattátok az utóbbi időben, most is a Görbe-Bögre kávézó biztosítja a helyszínt, az a hely, ahol finom kávék, teák és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszottok. A Görbe-Bögre kávézót a Rökszilárd utca 3 szám alatt találjátok. És természetesen köszönöm a Patreon támogatóknak is, akik lehetővé teszik, hogy hétről hétre új adásokkal és új vendégekkel tudjunk jelentkezni. És már is felkonferálom a mostani vendéget, aki 2 éve már járt nálunk itt a stúdióban, vagyis egy másik helyszínen, akkor is erősen természetvédelmi témákról volt szó, Orbán Zoltán, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjeként vagy most jelen, és ezért próbállak faggatni egy új, nem új, de éppen aktuális kezdeményezésetekről. Ugye 79-ben indult az Év Madara szavazás sorozat vagy program, úgyhogy ez most a 40. ilyen szavazás lesz, amire most lehet. Hú, énekből gyenge voltam. Lehet akár, ez is igen. Akkor nem, évtizeden keresztül ez nem lakossági szavazás volt, két okból. Ennek az egyik gyakorlatközpontú megközelítés. Bojkottálták az egész. Nem, hát egyszerűen nem volt Web2. Tehát ugye ezt postán megszervezni, hogy akkor mi legyen az év madara. Tehát ez én mondjuk nem meg voltam győződve róla, hogy akkor nem tudom, élet és tudományban, vagy akárhol lehet. Nem, ennél sokkal egyszerűbben is lehet gyomorfekét kapni. Nem. A másikok pedig ugye az volt, hogy tehát az évmadarának lenni szívás, évmadarának lenni nem jó, mert ez nem egy büszkeség, hanem valami problémát jelent általában. Ugye ez egy kommunikációs akció, aminek a célja, hogy egy madáron, vagy alkalmanként madárcsoporton, tehát mondjuk a fecskéken keresztül felhívjuk a figyelmet az adott fajra, csoportra, leselkedő természetűen veszélyekre, valami kiugró problémára, illetve az élőhelyek csökkenésére. Most akkor itt gyorsan félbeszakítalak, mi a gond a széncinegékkel, ők voltak. Volt néhány kivétel. 2011-ben. Igen, volt néhány kivétel, és ott a rögtön a lead szövegbe írtuk is, hogy ott az egy olyan kivétel volt, illetve ilyen kivétel még gyakorlatilag az idei év madara a vándorsólyom is, hogy néha hogy visszatekintünk, és akkor azt mondjuk, hogy igen. Ugye a széncinege esetében ugye a széncinege az ország leggyakoribb 3 madárfaja között bent van. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy az elmúlt hát jóval több mint 100-110 évben kiterjedt odó kihelyezési gyakorlat terjedt el a magyar társadalom körében is, illetve idén pedig ugye azt ünnepeljük, hogy 20 éve települt vissza magától a vándorsólyom fészkelő fajként Magyarországra. De általában az év madarának lenni a szívás. Nyilván fel akarjátok hívni, ahogy mondtad is, különböző természetvédelmi eseményekre, vagy inkább sajnálatos folyamatokra ezzel a figyelmet. Most az idén ez meghatározott szempont volt, hogy a vízparti élőhelyek védelme legyen így első körben? Vagy hogyan ül? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan ötleteltek azon, hogy ki legyen az év madara. Most ugye nem tévé vagyunk, tehát nem látszik az elgyötört mosoly az arcomon. Tehát ugye folyamatosan vívunk a hozzászólók egy részével. Ugye eleve úgy vezetjük föl, hogy hát tudjuk, hogy mindenkinek 16 000-szer jobb ötlete lenne, hogy miért pont ez a 3, miért ne lehetne a másik 3. Tehát alapvetően ez úgy szokott zajlani, hogy előállunk 2, 3, 4 ötlettel, több körben megvitatjuk, és a végső döntést az elnökségünk hozza meg. Tehát nem arról van szó, hogy én éppen reggel hogy ébredtem, és akkor mi legyen az év madara. Tehát ez egy ilyen tehát hosszú... Megnéztetek most szerintem egy lefelé görbülő csört, egy felfelé görbülőt, és akkor mellé... Nem, vannak azért, mit tudom én, olyan szempontok, hogy az egyik évben legyen... Ugye az idei év madarára, mivel egy történelmi, tehát egy határidő, egy mérföldkőhöz értünk, nem volt szavazás. Tehát akkor azért vannak olyan alapelvek, amiket próbálunk betartani, hogy ha az egyik évben nem szavazós faj volt, ez az utóbbi években elég ritkán fordul elő, akkor a következő évben mindenképpen szavazós legyen. Hú, milyen kiegyenlített a rendszer. Aztán, hogy mit tudom én, akkor az, hogy az egyik évben legyen mondjuk lakossági faj, tehát ilyen, amit a lakosság ismerhet, tehet érte, akkor a következő évben legyen valami nagy faj, valami ikonikus faj, valami nagy természetvédelmi problémával érintett. Egyik évben egy sólyom, másik évben egy töcs. Igen. És, tehát ez mindig ilyen nyűgös, és hát van olyan, hogy nem jut eszünkbe semmi, akkor kinek mi a kedvenc madara. Tehát volt már egy
volt már egyébként ilyen is. Tehát ez nem egyszerű, hogy Magyarországon eddig 417 madárfajt figyeltek meg. A legutóbb kaptunk egy olyan Facebook hozzászólást, hogy ez szélsőségesen kirekesztő. Tehát persze. Tehát és akkor a végén az illető már a darwini evolúciót is felhozta, hogy egy tüzesfejű királykának mennyi esélye lenne egy év alatt erdei fajból vizes madárra válni, hogy bekerülse. Ugye nem is értettük. Tehát ugye tudjuk nagyon jól, vannak, akik ezt az egészet túldimenzionálják. Mondhatnánk azt is, hogy... Egy már, egész podcast műsort szentelnek. Már pedig tiltsuk be mondjuk a névnapot, mert egyszerűen szélsőségesen kirekesztő, hogy mondjuk Béla napon miért nem ünnepednek a Margitok. Tehát nem kell ezt ennyire véresen komolyan venni. Volt már rá példa egyébként, hogy meghekkelték. Tehát ugye azt hiszem, amikor az év madara a szavazásban benne volt az egerészőév, akkor azt mondom, hogy az egerésző valahogy... 2012 nagyon, igen, csak nem hogy... Nem tudom felgőtt, hogy annyi minden adatot kell megjegyezni, hogy tehát így hullanak ki a fejembe. Múlt héten volt egy vendégem, aki fel tudott idézni ebből a podcastből adásokat, hogy mi mikor volt, úgyhogy nagyon elszégyeltem magam, hogy a jobb ja, ismeri nem, nekem ugye menetrendet, úgyhogy most készültem ez is. Ez a 300, 320. riportom idén. És ugye bármi lehet, és akkor föl kell elvinni adatokat, hogy akkor most mit tudom én, mikor mi volt, és ezek így hullanak ki, tehát amire nem koncentrálok, az nem terhelem a amúgy is szűk kapacitásra. Na de ez viszont jó, hogy elég nagy publicitásotok van, és ezért titeket mindenki szeret. Hát ez a lényeg, azért... igen. Egyébként a mai közéleti helyzet is egyébként a mi malmunkra hajtja a vizet. Egyrészt azért, mert hát ugye a természeti környezet állapota olyan a világban, amilyen, tehát nem a pozitív irányba tolódik el általánosságba. Másrészt pedig, és ezt még akár gyakran ki is mondják, hogy annyira tele van a politikával, hogy a politika ilyen szinten átszőtte a közbeszédet is, tehát ezzel már mondjuk a média munkatársainak is sokszor tele van a pupja. Akkor beszéljünk a madarakról, ami egy ilyen politikamentes, ha akarjuk politikamentes, általában ezt akarják, egy ilyen cuki dolog, és úgy alapvetően minden napjainkat érinti, mert mit tudom én, nem hagy reggel éneklésével aludni minket a fekete rigó, akkor hogyan lehetne elüldözni, vagy mit láttam. Tehát ilyen szempontból nekünk ez itt tényleg jó, és akkor eljut az információ nagyon sok emberhez, ugye most az évmadara, hogy miért indult az év madara akció, amit azóta nagyon sokan leutánoztak, sok szervező, év gombája, halafája. Most a hekkelésről jut eszembe, hogy az év rovarába elég erősen beleszálltunk néhány évvel ezelőtt egy kampánnyal, úgyhogy az, hogy akkor a mezei tücsök lett. Nagy hatalom, tehát ugye néhány évvel ezelőtt, amikor a... Szarvasbogarat hátra szorítva meg szita kötőt. Igen, amikor a haris lett, akkor a Balázsék... Azt mondták, hogy ez a haris, ez egy annyira elmebeteg madár. Ja, ugye? Azért lett a haris. És akkor érzékelhető volt, hogy a Balázs showban, amikor beszéltünk róla, akkor így meredeken fölment. És akkor a szavazás zárása előtt egy nappal, pedig azt hiszem, hogy talán a klubrádió hívott föl, hogy tehát ez nem való így, hogy egy média egy faj mellé áll. És az ő kedvence nem tudom mi volt, és akkor ő meg a másik faj mellé állt, és érzékelhető volt, csak akkor már egy nap volt vissza a szavazásból. Jó, és hogy befejezem az előző gondolatot. Legalább az emberek beszélnek róla. Persze, tehát hogyha poénosan is, az a lényeg, hogyha beszélnek róla, akkor ott van a köz gondolkodásban, és már elértük a célunkat. Befejezem az egerészőjves példát, hogy amikor azt hiszem az egerészőj mellett volt talán még a fekete rigó, és a fekete rigó vezetett, és az illető programozással is foglalkozó úri embernek a barátnője vagy a felesége, az ki volt borulva, az ő kedvence az egerésző, és akkor valami rettetes szavazómotort ráállított a rendszer, és olyan fura volt, hogy 12 perc alatt jött, mit tudom, 8712 szavazata az egerészőre. Ki is derítettük, fel is hívtuk az illetőnek a főnökét, a főnök átadta a srácnak a telefont, megbeszéltük, és akkor bevezettük a kapcsakódot, hogy ne lehessen robotokat. Tehát ilyen egész elképesztő történetek vannak. Az egész úgy indult annó 79-ben, hogy beszéljünk egy fajról, most meg ugye, hogy a Web2-nek, a Facebooknak, internetnek köszönhetően ugye mindenki mindenhez hozzászólhat. Néha elég, hogy is mondjam, elég nehéz napjaink vannak. Tehát most mit válaszoljak arra, hogy a tüzesfejű királyka tud-e egy év alatt erdei fajból vizes élőhelyen élő fajjá válni, hogy bekerülhessen? Nem tud, de ugye nem is ez a cél. Hát aztán
Szóval ez nem viszont nézzük, hogy mi a cél és mik a lecsapódások. Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, mondtam, hogy te leszel a vendég, és minek az apropóján, és ezzel próbálom is átvezetni arra a három fajra, amire lehet most szavazni, és mondom, hogy az év madara szavazás, és mondja, hogy ja, ez a töcs, vagy mi volt ott? Mondom, igen, az. Mondom, én szerintem arra fogok szavazni. Azt mondja, hogy igen, azt látta, de ő valami még másikra szavazott, mondom, melyikre, a gulipára? Nem, arra a harmadikra, nem emlékszem a nevére, de nagyon aranyosan nézett ki a képen. Tehát olyan nagy lenyomata akkor még sincs, vagy bizonyos embereknél. De hát azért van, hát oké, de a hála, a nagy poolingról hála az égnek, az emberiség többsége nem madarász, hanem normális ember, ugye hát most nyilván, tehát ugye pont a harisnál, hogy mi az a haris, hát volt egyszer, de kikezeltettem, mert viszkedett. Ugye a nagy póling, hát mi az, hogy nagy póling? Tehát hogyha ezt mondjuk az észbontokba feltennék ezt a kérdést, lehet, hogy a csillagkép névre is szavaznának a ott szereplő... Várjál, mert lehet, hogy van ilyen. IQ fighterek. Tehát már elértük a célt, mert benne van, és akkor agyalni fog rajta. Ráadásul ugye ez a három faja, ugye akkor most foglaljuk össze, tehát a gólyatölcs, a gulipán és a nagypóling az a három faj, ahogy az egyik kolléganőnk, amikor meghallott ezt a sort, mondta, a szurka piszka madarak, ez bele is került. Ugye ez azt jelenti, hogy az idei a jövő évi szavazás, ami idén zajlik, három parti szurkapiszka madárfaj közül történik. A parti madár az egy belső madarász szleng rövidítése, ez a vízpartira utal, tehát hogyha... Tehát nem arról van szó, hogy a Balaton Soundon... Nem az, hogy ott nyomják a nem tudom a micsodát, madár. És akkor bepartiznak, meg after party, meg pre-party. After party madár, ezt tetszik. Nem, ez azt jelenti, hogy a vízparton, tehát ez az élőhelyére utal, hogy akkor elmegyünk parti madarazni, akkor feltehetően nem a lapos tetőkön fogunk szaladgálni, hanem kimegyünk egy vizes élőhelyre csapolásra, és ott madarászunk. A szurkapiszka pedig arra utal, hogy mind a három madárnak elképesztő csőre van, vagy egyenes, vagy lefelé, vagy görbülő, vagy felfelé hajló. És ezt ki tudod fejteni egy kicsit? Azt hiszem, a nagy poolingnak hajlik nagy lefelé. Igen, csak már mondták ilyen, hogy is hívják ezt, nem túl finom, mert nyelvnácik, ugye már mondták nekem ezt, hogy hát ha nem pontos terminus technikust használsz, tehát mindig összekeverem, hogy felfelé hajlik, azt hiszem felfelé hajlik, és lefelé görbül. És ha fordítva mondod, akkor aztán megkapod a magadét, hogy terrorizálod a magyar nyelvet. Amikor megláttam a gólyatöcsöt. Gólyatöcsöt. Bocsánat, ezt nem hagyhatom ki. Az egyik olyan internetes újságban, aminek lehet hozzáfűzni kommenteket, volt egy elképesztően jópofa, felhomályosult, finom nyelvi humor, hogy aha, a gólya töcs, de akkor ez csak ez a fiú, és a lány az a gólya Tina. És ez ugye még jó, mert ez még politikailag korrekt is, ugye? Elmondható. Természetesen 18 év alatti hallgatóknak majd valamikor elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Viszont annak egyenes csőre van. Azt elbírom képzelni, elkapodja vele a kis mindeneket. Igen, de ha megnézed, akkor nem. Tehát, hogyha megnézed, akkor a lézer kicsorbulna rajta. Egy nagyon-nagyon-nagyon enyhe felfelé hajló íve van neki. Tehát egy nagyon, de igazándiból, gyakorlati szempontból ez egy... Ez még inkább megerősíti a gondolatmenetet, amit elkezdtem. Ez egy egyenes csőrű. Tehát utána meglátom, hogy van, amelyiknek felfelé görbül, hajlik. Az a gulipán, ugye a ez gulipán. A csőre utolsó harmada, ráadásul nagyon furán. És akkor itt csettintek, hogy na hát az evolúció mi mindenre képes, hogy ilyen jól adaptálódik. Aztán meglátok valamit, ami a szöges ellentéte ennek, tehát ez nekem nem nagyon fér össze, hogy azonos élőhelyen nagyjából hasonló életmódot folytató madaraknál, hogy lehet, hogy az egyiknél az egyik előnyös, a másiknál meg pont az ellentéte. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye, hogyha elmegyünk, nézzünk egy esőerdős filmet, vagy volt már szerencsénk, és eljutottunk ilyen helyre, vagy elmegyünk egy erdőbe, akkor tudjuk, hogy ott különböző szintek vannak, és akkor ott az állatok ahhoz képest osztják el, hogy a csilpcsap füzike fent kajál, mit tudom én, a lombkorona felső részén, a nagy fakopáncsa, mit tudom én, a törzsön, a kérgen, a... nem is tudom, az ökörszem meg az aljnövényzetben. Ugye így osztják be. Igen, ám csak, hogy kimegyünk mondjuk egy homokos tengerparti fövenyre, vagy magyar viszonylatban mondjuk egy lecsapolt halastóra, ott látjuk a végtelen tengerparton a plást, a lecsapolt halastómedrében pedig az iszap tengert. Az úgy,
az egy szintű élőhely. És hogy lehet, hogy ezen az egy szintű élőhelyen akár 30 faj is megtalálja a számítását? Hát úgy, hogy a csőrük hossza és alakja változik. Tehát most képzeljük el, hogy van egy négyzetméteres sívó iszap felületünk, és ott úgy tud egymással nem versenyelve táplálkozni mondjuk 15 parti madárfaj, hogy mondjuk fél centiméterrel hosszabb egyik fajnak a másikhoz képest a csőre. Az azt jelenti, hogy az 1 centis csőrű madár 1 cm mélyen tud benyúlni az iszapba, a 35 centis csőrű pedig 35 cm mélyen, és így nem versengenek egymással. Aztán van olyan faj, mint tudom én, a kőforgató, ami ugyanígy szaladgál az iszapon, csak ő már... És forgatja a köveket a csőrével? Igen, csak őnek olyan a csőre, hogy a felső csőrkával egyenes, az alsó egy kicsit domború, és gyakorlatilag ilyen emelőként beteszi a kövek alá, és akkor alól szedegeti ki a mindenféle férgeket, puhatestőeket, vízirovarokat, egyebeket. Tehát így tudják ezt a dolgot megoldani. Ugye például a gólyatöcs és a gulipánnak nagyon hasonló az élő helye a költési időszakban és a táplálkozója. Ezek a madarak, főleg a gulipán a Magyarország egyik, hát nagyon kevesek által ismert, de az egyik legelképesztőbb élőhely típusunk a szikes sós tavak. Ugye ezeket nagyon szép neve van, széknek hívják, mondjuk a Kiskunságban. Csak elég nagy szívás ott a magas sótartalom miatt. Igen, igen, de viszont a magas sótartalom miatt vannak benne például sórákok, és akkor ezt lehet kajálni, és akkor például... Már nekik. Igen, persze. De hát ők meg mit mondanak a vaníliapudingra, hogy milyen gusztustanul, hát nem is beszélve ugye a kocsonyáról. Tehát ugye a gulipánnak gulipán táplálkozása köve annyira speciális, és nagyon hasonló módon valósul meg, mint mondjuk a sokak által, vagy többek által ismert flamingóé és a kanalasgémé. Tehát ugye a gulipánnak a csőre első kétharmada egyenes, és az utolsó harmada felfelé hajlik. Ilyen nagyon érdekes szögben. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogyha a gulipán a legkényelmesebben mondjuk maga elé néz, olyan 45 fokos szögben, lefelé áll a feje, akkor a csőrének az utolsó felfelé görbülő harmada ebben a fejtartásban pont viszintesen helyezkedik el. Ja, és akkor így... És akkor ez a madár semmit más nem csinál, ugyanúgy táplálkozik, ugye gondoljuk vissza, hogy hogy láttuk a természetfilm csatornákon, hogy mit csinál a flamingó, meg a kanalas gém, ugye ilyen kaszáló mozdulatokat végez a vízben, és így kapja el, szűri ki a kaját. Na, ugyanezt csinálja a gulipán is, és hogy neki kényelmes legyen a kis élete, ezért a legkényelmesebb, ugye próbáljuk meg, most hallgatjuk ezt a műsort, lazítsuk el a nyakizmainkat, hogy egy kicsit ledőlhessen, és körülbelül a fejünk a kényelmesnél egy olyan 45 fokos szögbe fog lefelé állni. És így, hogy ne kelljen erőt kifejteni a most én közben itt próbálom. Igen, így. Csak a fejeden tartani kell a fülest. De gyakorlatilag ezért pont úgy hajlik, hogy akkor viszintben van a csőrének az utolsó része, és akkor nem kell teljes testét ugye leereszteni a vízre, hogy a teljes egyenes csőrével tudjon így kaszálni. És akkor... Amikor ugyanezen a helyen táplálkozik a gólyatöcs, akinek egyenes a csőre, akkor ő mást fog megfogni. Tehát gyakorlatilag ugyanazon a 10 négyzetcentiméterre víztesten úgy tudnak táplálkozni, hogy nem jelentenek egymásnak táplálék konkurenciát. Van valamelyik ezek közül, a három faj közül, amelyiknek örülnél, hogyha ők vinnék el a pálmát vagy a sórákot? Jaj, nem, hivatalból sem mondhatok ilyet. Az én kedvenc... Egy politikai jellemzőtől, amikor nem, megkérdezik, hogy miért. Nem, nem, az én kedvenc madaram soha nem lesz, ugye ez a rántott, illetve a sült csirke. Nem lesz. Vegetáriánus vagy egyébként? Nem. Én... Csirkét eszel? Igen, tehát én igen. Én, egyébként hihetetlen mértékben híve vagyok a vegetarianizmusnak, mert így több húsi marad nekem, tehát most ebben nem menjünk bele elítélés vagy nem elítélés tekintetében. Ugye nekem tényleg majdnem mindegy, mert óriási szakmai kihívás, a vége úgyis az, és akkor állok egy ilyen belső titkot, hogy általában az ilyen évmadara ügyek hátterében, jelentős részben a végrehajtói szinten, de sokszor ötlet szinten is én szoktam állni, és akkor annak, hogy jó, figyelj, te szoktál ennyi hülyeséget beszélni mindenféléről, akkor tudod mit? Dőj saját dugádba, old meg, találd ki, és akkor így a kollégák köszönjük fejünket. Mindegy, bármelyik faj is lesz, nekem ugye az a szakmai kívás, akkor hogyan tudom úgy szőni a szavakat, hogy átmenjen az információ. Ezért meg lennél izzasztva a töccsel, nem?
Nem. A gólyatöcs, ez ugye... Nagyon érdekel a biológiája, de nem tudod véletlenül ennek a szónak az etimológiáját? Meg utána fogok nézni, egyébként viccesnek tűnhet, de ez a név etimológiai kutatás egy elképesztően érdekes ága a nyelvészetnek, külön könyvek, magyar nyelven is jelentek meg erről könyvek, és akkor például az ezzel foglalkozó kutató nyelvész, az mondjuk végiglapozza az iratokat valamikor, nem tudom én, a nyereg alatt puhított húst ebbe csomagolták, mit tudom én, az akkori, nem tudom én, valami írott valamiben, és akkor elkezdi végignézni, és akkor így deríti ki. Nagyon gyakran ezek hangutánzok, ugye a gólyatösnek van egy nagyon-nagyon szép magyar népi neve, a széki gólya. Ugye ez egy fekete-fehér madár, ami megjelenését, mozgásmódját tekintve úgy néz ki, mint egy... Mint Pistike, aki most jött meg a fodrásztól, aki egy nullásképpen ment el. Akár, mint egy 20-szorosára kicsinyített fehér gólya. És akkor ezért hívják széki gólyának. A világon az egyik legelképesztőbb madár, mert szerintem arányaihoz képest talán neki van a leghosszabb lába. Tehát olyan hosszú a lába, hogy amikor érdemes rákeresni a YouTube-on, keresni egy videót, amikor ráül a fészekre, szó szerint összehajtogatja magát a madár, és a csügy, a bokaizület, az vagy a jócskán a háta fölött van. Tehát egészen elképesztő, hogy ott a madár... Kis origami madár. Elképesztő. Tényleg nem tudom egyébként, hogy van-e ilyen, talán még a flamingó ilyen szélsőségesen hosszú lábú. Ugye ha a gólyatöcs vagy a gulipán közül kerül ki az év madara, akkor ugye a szikes tavakról tudunk beszélni. Ezek a szikes tavak, ezek év ezreken keresztül egy ilyen nagyon, vagy akkor legalább az elmúlt 1000 évben egy nagyon-nagyon fontos élőhely típusát jelentették Magyarországnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tengervizeshez hasonló környezet van itt Magyarország belső területein. Ugye a szikes pusztákon vannak mélyedések, akár a szikpatkák között, és a őszi, téli, tavaszi esőzések hatására, csapadék hatására ezekben felgyűlt a víz, és a vízzáró réteg miatt itt megállt. A mélyebb, nagyobb kiterjedésű székeken, mint mondjuk a ma is működő, mit tudom én, bödi szék, büdös szék, itt ez a víz, ez soha nem párolgott el. Tehát még a nyár végére is víz volt benne, és ehhez egy nagyon specializált madárcsoport alakult ki. Erre mondta egyébként egy volt talajtan tanárom, hogyha Árpád ezt tudta volna annak idején, biztos, hogy tovább megy, tehát. Igen, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy valószínűleg az Árpádéknak is köszönhető. Ugye azt mondjuk, hogy ott az Alföld ősi pusztai élőhelye, élettere. Ez egy másodlagosan ősi táj, ugyanis ez elsősorban a honfoglaló elején, ugye az előttünk itt lévő népek követték el, illetve jelentős részben a magyarok, amikor bejöttek, hiszen hoztuk mi magunkkal a rengeteg legelőállatot, és legelőre volt szükségünk, illetve szántókra. Ezért az Alföld zárótársulásának számító homoki tölgyeseket kiirtották az emberek. Egyrészt azért, hogy legyen építőanyag a házakhoz, csónakhoz, stb. Másrészt pedig azért, hogy legyen legelő. Tehát egy másodlagos ősi táj, és azáltal, hogy kipusztították a fákat, meg változott a vízviszony, a csapadékviszony, a párolgási viszony, stb. És így alakulhattak ki ilyen pangó, vizes, szikes területek. Viszont is. Figyelj, ha nem lettek volna ezek a folyamatok, akkor most nem beszélnénk a gólyatösről, meg a gulipáról, mert valószínűleg nem élnének persze, itt. Persze. És hát ugye például én gyerekként még részt vettem a kékcsőrű réce visszatelepítési programba. A kékcsőrű récéink ezeknek a szikes tavaknak az egyik madara, és azóta kipusztult sajnos Magyarországról, hogy fészkelőfajként, hogy a szikes tavak szinte teljesen megszűntek, és most már inkább ilyen tengerparti lagunás brakvizes árasztási területeken költ ez a faj a Mediterráneumban, és éppen ezért nagyon fontos lenne ezeket a székeket, ezeket a szikes tavakat, egyrészt ami van még megőrizni, ami megmaradt, hiszen a legfontosabb ehhez a,
a szikes talajmélyedés az ott van. Egyszerűen csak ugye a 70-es, 80-as években, 60-as, 70-es években, ugye amikor termővé akarták varázsolni a értéktelen talajúnak tekintett kiskunságot, az Alföldet, akkor csatornáztak. És ez a csatornázás kezdte aztán el a szikes tavaknak a tönkretételét, hiszen elvezette a vizet, nem gyűlhetett fel a csapadékvíz. Aztán a klímaváltozás, szárazodás miatt, ugye ezeken a helyeken nagyon sokszor ilyen több tíz méterrel csökkent a talajvíznek a szintje, és ezért nincs ugye ez a homokos talajokon, elszivárog a víz. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne visszahozni ezt az élőhely típust, akár Európai Uniós szinten is eznek számunkra az egyik vagy Európai Uniós szinten Magyarországnak ez az egyik legfontosabb élőhelyi hozadéka az EU közössége számára. Tehát akkor erről fogunk beszélni, hogyha a nagy póling nyer, akkor pedig egy másik vizes élőhely típusról, ugye a túriánosokról beszélhetünk. És gondolom Salgó Túrián. Igen. Alig vártam, hogy elsütessen. Igen, és egyébként ugye a állományát tekintve a nagypóling messze a legritkább a három faj közül, tehát ilyen néhány tíz pár költ szétszórva az ország még alkalmas területein. Merre vannak ezek? Szerintem én bevallom őszintén, hogy mielőtt ide jöttem, meg kellett néznem, hogy mi az, hogy túrján. Tehát ezek az ilyen mocsaras, lápos, túrjános vidékek, hát most gondolhatjuk, hogy a klímaváltozás következtében ezek az első vizes élőhely típusok, ugye ami nem azt jelenti, hogy 20 méter mély víz ringadozik a mederben, hanem ilyen öntésterületek, ezek szűnnek meg elsőként. Tehát minden évben más és mások a fészkelési viszonyok, tehát mondjuk akár a gólyatörzs gulipán, de akár a nagypóling esetében is lehetnek olyan évek, hogy mondjuk gólyatörzs gulipán esetében mondjuk 100 pár fészkel, a következő évben meg fészkelt 1000 pár. Tehát hogyha mondjuk van egy olyan telünk, egy olyan tavaszunk, amikor nagyon sok a víz, aztán olyan, mint mondjuk az idei nyár is, hogy nem szárad ki, inkább jön még hozzá víz, akkor szinte bárhol költhetnek, főleg a gólyatöcs és a gulipán. Ők itt maradnak egyébként térre? Nem, ők elhúzódnak. Tehát alapvetően ugye a vízi madarak számára a legfontosabb szabály, hogy amikor jön a tél, a fagy és a hó, akkor el kell délre menni. Ebben van valami. Tehát ugye főleg, hogyha te egy elsősorban rovarokat, férgeket, puhastestőket fogyasztó vízi madár vagy, akkor ez nem jó buli, mert hogy... Hát nem, de tojás formában áttelel vagy. Ja, igen, hát ezt még nem adtam. Nem, hát sokkal egyszerűbb módszert találtak ki, van szárnyuk és délebre húzódnak. Ugye a gólyatöcs az hosszú távvonuló, az lemegy a Szaharától déli részekre. A gulipán az inkább csak a Mediterráneumig húzódik el, mondjuk Spanyolország térségébe, és nagyon érdekes, ugye a fészkelőként a legritkább a nagypóling, de a vonulási időben a hazai fészkelő állomány nagyon-nagyon sokszorosának a sokszorosa vonul át, és ilyenkor bárhol például mezőgazdasági szántókon is szoktam vele találkozni. Akkor adminisztratív kérdés, hogy meddig dönthetjük el azt, hogy neked miről kell majd 2019-ben beszélned? 23-a, tehát július 23-a 12:00, akkor mert 12:00 akkor van ebéd. Nem, hát valahogy így alakult, mert hogy 8-kor ugye még mindenki áll, most nem, valahogy ez így kialakult, és akkor én utána megcsinálom a bizonyító print screent, hogy 12:00 másodperckor így állt a szavazás. Milyen gyakran nézitek az ellenst? Ez neked általán... ilyen gyermeki öröm, hogy nézegeted, hogy el nem, vagy? Nekem ez munka, tehát általában akkor szoktam, amikor otthon adok, én alapvetően otthonról dolgozom a rengeteg riport miatt, és mondjuk van egy telefonos riport, főleg ha élő, akkor ott ülök a gép előtt, és akkor nézem, hogy napra késznek tűnjek, egyébként hihetetlen mértékben az is vagyok, és akkor mondom, hogy na, mostani állás szerint, mit tudom én, 5886-nál tartunk, és akkor így és így áll a most kivezet. Szavazás. Igen, igen. Most egyébként szerintem a gólyatöcs. Nagyon helyes, nagyon második helyes. Második helyen áll szerintem a nagypóling, és akkor a harmadikon értem szerintem. Senkit nem szeretnék befolyásolni, én a gólyatöcsre szavaztam, sajnos csak egyszer lehet egy IP címről, úgyhogy de 10 szavazzatok arra. Viszont ha már a vízpartok szóba jöttek, azért többnyire a vízparton az ember nem gólyatöccsel meg gulipánnal szokott találkozni, hanem mondjuk hattyúval meg vadkacsával. Meg lángossal. Meg... Idézőjel vadkacsát, tudom, hogy ez nem szabad így nevezni őket. De úgy vagy... mindenki úgy nevezi, ahogy akarja, legfeljebb a madarászok idegbajt kapnak, de ez is egy fontos szempont lehet.
etessük vagy ne etessük őket. Ne etessük őket. Köszönöm szépen. Mehetünk is, még remehetünk mi is inni egy kávét. A galambokat lehet meg ezeket? Mert itt szokott mindenféle vita fellángolni, hogy mit szóljunk arra a nénire, aki kiviszi a kenyérhéjat, akár ide mondjuk a Rákóczi térre, akár mondjuk a Rákos patakba öntik Aha. be két kézzel. Tehát ugye a lehet és a kell kérdését kell először itt tisztázni, mert manapság érzékelem, hogy ez is problémát jelent. Tehát a lehet az azt jelenti, hogy nem tilos, de ettől még nem feltétlenül jó az a dolog, hogyha nem szabad, vagy tényleg tilos, akkor az azt jelenti, hogy nem. No. Na most a probléma az, hogy az egész madáretetés körül van egy félreértés. Kezdjük a klasszikus téli énekes madáretetés, mert ott is nagyon sok a félreértés, és ez segíti a mostani beszélgetés témát is. Tehát etetni nem kötelező, nem kell. Az énekes madarak nem azért maradnak életben, mert az ember eteti őket, ugyanis, hogyha ez így lenne, egy egyszerű gondolat kísérlettel igazolni tudjuk, hogy elvetni, akkor Alaszkában, Kanadában, Szibériában egyetlen egy madár nem élne, mert nincs etető ember. Tehát nekik nem ez az életben maradásoknak a legfőbb letéteményese. Ha nem etetnénk Európában számításaim szerint, vagy becséseim szerint, sok-sok, akár 100 millió helyen etethetik Európában a madarakat, akkor ezek a madarak nem halnának éhen, délebre húzódnának. Tehát a lényeg, és ráadásul a lakott területeken alapvetően az adott országra jellemző madárfajok közül a leggyakoribb, legnépesebb fajok élnek, ezek számára nem is létkérdés az ilyenfajta természetvédelmi beavatkozás. Tehát énekes madarakat etetni nem kell, azért etetjük őket, és a települési madárvédelem 5 faj kivételével erről szól, hogy mi nekünk örömet szerezünk saját magunknak, hogy megcsodálhatjuk a természet kis lényeit. Természetesen, ha ezt jól csináljuk, akkor ez segít a madarakon. Tehát ugye ez segíti az ő életben maradásukat, de ez nem létszükség. Engem nagyon frusztrált ezen a télen, hogy bármit raktam ki, most semmi nem jött rá. Nem voltak kemény telek, ugye? Igen, frusztrált, mondom, az időjárás változás engem nagyon-nagyon idegesített ilyen Igen, hát ugye nagyon, hiába volt a tavalyi, meg a tavaly előtti, meg az idei tél második fel, meg január-februárban kemény, de mindig nagyon enyhén indul. Ha nagyon enyhén indul, az azt jelenti, hogy általában kontinentális, sőt, eurázsiai szinten is nagyon enyhén indul, és egy csomó faj le sem jön. Ami meg lejött Magyarországra, az meg a külterületeken kajál. Tehát eleve úgy szoktak indulni az enyheteleink, hogy a normál mennyiségnek mondjuk csak a negyede van itt. Uh-huh. Vagy a harmada. És amikor erre az enyhén induló térre bejön egy nagyon zegernye január, február, március, akkor az itt lévő mondjuk negyed annyi, harmad annyi madárnak körülbelül a fele délebre húzódik, mert érzékelik, hogy jön a kemény front. Tehát ilyenkor a kevés még megfeleződik. Tehát alig-alig, ezért van nagyon kevés madár az etetőn. Tehát a lényeg az, hogy etetni nem kell, ez a mi szórakoztatásunkról szól. És akkor visszatérve a vízimadarakra, hogy a vízimadár etetés alapvetően nyáron indul. A nyári etetésnek semmi értelme nincsen, mert hogy nyáron mindenhol ott a kaja, a vízimadarak. De oda jön a hattyú hozzánk. De az azért jön oda, mert már etettük, és egy lusta, elkényelmesedett, élősködő, félházi állatként viszonyul hozzánk. Tehát az a legfőbb különbség az énekes madarak és a vízimadarak etetése között, hogy a vízimadarak etetését nem tudjuk jól csinálni. Teljesen más az életmódja a vízimadaraknak, más a viselkedése. A tapasztalatok azt mutatják, világviszonylatbanról beszélek, hogy a vízimadarak az etetés hatására néhány nap, egy-két hét alatt kvázi házi állattá válnak. Tehát valószínűleg mondjuk a házi kacsa, házi liba háziasítása az valamikor 300 ezer évvel ezelőtt 2 másodperc alatt zajlódhatott le. Tehát hogy is mondjam, nem ez volt a munkás rész, hanem mondjuk a disznó az már egy kicsit nyűgösebb lehetett, de ez nagyon egyszerűen megy. Most ugye beszéltünk már arról, hogy a vízimadarak esetében a legfontosabb túlélési szabály, amit nem lehet felülbírálni, különben elpusztul a madár, hogy a fagyok elől el kell menni. Na most az a tapasztalat, hogyha elkezdik az emberek etetni a madarakat, ugye ez nyáron, mert akkor megyünk mi is a strandokra, akkor ezek a madarak napok, hetek alatt elfelejtik ezt a fajta viselkedést, ősszel nem fognak elvonulni,
és bele fognak hagyni a vizekbe. Ráadásul ezek a madarak az etetőhelyek közelében tolják le a tojásaikat, a fiókáik hetekig nem röpképesek, a szülőket követve a vízben úszva a fajok többségénél saját maguk gondoskodnak a táplálékukról. Ugye a szülőnek normális esetben, mondjuk Kanadában az a dolga, hogy ki kell a fészekben a tojásból a fiók, a felszáll, az összes ki kell, a szülők bevezetik őket a vízbe, és akkor egyszerűen elkezd táplálkozni mondjuk egy hattyú szülő, és akkor figyelj, akkor látja a fiók, hogy aha, be kell nyúlni a vízbe, és eszem azt a nyálkás zöld dzsuvát. Oké. Utána a szülők kiballagnak a vízpartra, és elkezdenek legelészni. Ezt tanulja meg a fióka, ez a normális viselkedés. Az etetőhelyeken a szülők a fiókákat oda viszik egyből az etetőhelyre, a fióka nem fog tudni normális, nem normális viselkedési normákat fog elsajátítani, és ez még csak a kisebbik gond. A nagyobbik gond az, amivel etetünk. Tehát a vízimadarak etetése akkor, igen, tehát a vízimadarak etetése akkor is tönkreteszi és pusztulásra ítéli a madarakat, ha mondjuk zöld salátával etetnénk őket, de egyébként minek etetünk salátával, ott van minden zöld, nyár közepe van. Viszont az etetés 99,99%-ban kenyérrel, péksüteménnyel, öngyújtóval és hasonló baromságokkal történik. Most képzeljük el, hogy mi történik egy olyan fiókával, aki az életének a legkritikusabb fejlődési szakaszában van. A tojásban annyi szikanyag volt, hogy felépüljön a kis teste, kis védő pehelytollazat, hogy tudjon úszni, lélegezni, úszni, kajálni, és utána fogja ő például a teljes csontozatát kialakítani néhány hét alatt, a repülőtollazatát. Ezért neki ilyenkor létszükség lett, hogy a legegészségesebb, legváltozatosabb természetes táplálékot fogyasztja. Ezzel szemben az etetőhelyekre a lusta, kényelmes szülők odaviszik a fiókát, és ezek a fiókák kenyérdiétán fognak felnőni. Ennek nem hiány... épp a kiegyensúlyozott. Ez egy hiánybetegséget okoz, ennek külön neve van, ezt angyalszárnybetegségnek hívjuk. Torz szárnytollaik nőnek ezeknek a fiókáknak, és igen nagy százalékuk nem is fog tudni soha az életbe repülni. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy én nem törődő módon szórakozásból bedobálom nekik a kaját, ezzel gyakorlatilag szó szerint kínhalára ítélem őket. És akkor van egy csomó olyan vonatkozása, hogy például a vízimadarakat az etetés teljesen természetes, teljesen természetellenes módon a part közelbe csalja, ott, ahol horgászunk. Ezért az etetőhelyek környéke tele van horgot nyelt, elsősorban hattyúval. Tehát mit lát a hattyú? Éppen 3 másodpercen nem dobtak be nekem kenyeret, lenézek a vízbe, ott van alattam egy kukoricafüzér. Lenyúl érte, benyeli, csak nem tudja, hogy az mondjuk egy pontyozó szereléknek a része. Benyeli a horgot, és amikor felrepül, akkor 50 méter zsinort elvisz, és az beleszakad. Most ez a horog bele fog akadni ennek a nyomorult madárnak a gyomrába, a gyomorszájába, a nyelőcsövébe, vagy a szájába, szájzókba, a csőrébe. Rajta lóg az ólom, az önetető, meg még 10 méter zsinór. Hát szerintem ezt mindenki elég grafikusan el tudta képzelni, úgyhogy remélem ez elég elrettentő erő volt attól. Tehát szükségtelen, ugyanolyan szükségtelen. Tehát, tehát valami miatt az emberekben az van, hogy amit szeretünk, azt etetjük, de csinálunk olyat, hogy oda megyünk az óvoda kerítéséhez, és kaját dobálunk be a gyerekeknek? Nem, mert nem való. Nem való. Gondoljunk képzelni, hogy van ilyen. Oké, de gondoljanak bele a szülők, azok a szülők esetleg, akik mennek és etetik a vízbe, mit szólna hozzá, hogyha szembe menne velük valaki, és a milyen aranyos tündéri a kisgyerek, a babakocsiban vagy ahogy ott totyog, és akkor elkezdenek neki nyomni mondjuk a csokit, vagy a chipset, vagy a kólát, vagy bármit. Mit szólsz ahhoz a gyakorlathoz, ami elég sok városi parkban megfigyelhető, hogy ilyen kacsaetető automaták vannak. Ez használja ki, gyakorlatilag ez elképesztően jó, nyilván jó üzlet ennek a cégnek, egyébként pedig, és ráadásul meg is vezetik az embereket. Tehát amikor ráírják, hogy milyen egészséges, tehát ugye abból indulunk ki, amit mondtam az előbb, hogy vízimadarakat nem lehet jól etetni, mert ha legegészségesebb táplálékkal etetjük őket, akkor is megváltozik a viselkedésük, ott maradnak télen, nem mennek el, és éjjel be fognak fagyni a vizekbe. Tehát ebből induljunk ki, tehát nem lehet jól etetni őket, mindig kárt okozunk. Ráadásul most gondoljunk bele, nyáron, főleg nyáron etetik ezekből az automatákból az emberek a madarakat. Nyáron ott van a vizekben a vízinövény, ott van a vízparton, még a belvárosban is a gyep, azt kéne legelni a madaraknak. És elárulom, egyébként ezek a
pelletált izék, ezeket... Magas foszfortartalmú műtrágyaként funkcionál, vagy nem, ezeket egyébként általában ezeket ilyen malomipari söpredékként... Ja, én azt hittem, hogy a nem, madarak által ott... Nem, ugye a kacsahetető automatában ilyen pelletált táp van. Ezek azért, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez mondjuk a, nem is tudom, a tojótáp, vagy a verseny galambászoknál használt, vagy a verseny baromfi tenyésztőknél használt ultra prémium minőségű. Nem. Ezek általában az a malomipari söpredék, amikor mondjuk feldolgoznak búzát, kukoricát, stb. Hát mondjuk a szájtószalag alatt, a rosta alatt ott marad ilyen kihullott magtörmelék, ezt összegyűjtik, pelletálják és kiadják. Tehát ez körülbelül annyira értékes táplálék, tehát ez nem mérgező, tehát nem káros, de idézőleg körülbelül annyira értékes, és annyit szabadna arányai ebből fogyasztani a madaraknak, mint mondjuk a chipsből, ami mondjuk egy kicsit már állott is, vagy mondjuk a popcornból. Tehát ez nem jó nekik, tehát az emberekben ezt a fajta etető ösztönt használják ki ezek a vállalkozások, de azért, mert rá van írva, hogy egészséges, az nem lesz egészséges. Tehát én úgy vannak ilyen emberi termékek is. Hát persze, tehát tényleg nem akarom szélsőségessé tenni, tehát mondhatnám azt is, hogy helyezzünk el nosza az alsó tagozatos általános iskolák udvarára mondjuk cigarettaautomatát, és akkor ráírhatnám, hogy ez egy légzés segítő eszköz, mert arra veszi rá az ezt használó gyerekeket, hogy jó mélyeket lélegezzenek, ez jó. Tehát pont ugyanennyire jó idézőjelben ez a kacsahetető automata ott. Ugye ráadásul ez a létező legrosszabb megoldás, hiszen miközben az embereknek elveszi a pénzét, még etetésre is sarkalja őket, ami az eddig elmondottak miatt alapvetően káros a madarakra, a környezetre. Arról nem is beszélve, hogy ez mennyire tönkreteszi a környezetet. Hát a számításaim szerint téli durva napokon, mondjuk a ráckevei kisdunai részen, ott napi szinten akár több mázsa szerves anyagot dobáltak a vízbe. Érdemes végignézni, ott mindenhol az önkormányzat patkányírtókat tett ki mérget, mert hogy annyi patkány jött oda, és gondoljunk bele... Ilyen a verseny, ha már a madarak nem eszik. És gondoljunk bele, hogy milyen az, amikor azok a hattyúk és azok a tőkésécik, amiknek szétszólódva kéne lenni a Balatonon vagy a Velencei tavon, az 5-8-10 strandra csoportosulnak, és folyamatosan ott ürítenek hónapokon keresztül. Na, viszont a foszfor. Igen, tehát gyakorlatilag ez... Tehát a vízimadarak etetésének nincs olyan vonatkozása, ami ne lenne szélsőségesen veszélyes a madárra, a környezetre, vagy akár az emberre. Szóval röviden összefoglalva ennek az adásnak a témáját, ne etessük a vízimadarakat, és szavazunk a gólyatöcsre. Vagy a másik kettőre, de én mindenkit a gólyatöcsre buzdítok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Ti iratkozzatok fel SoundCloudon erre a podcast sorozatra, vagy Facebookon, YouTube-on kövessétek a Szertárt. Természetesen köszönöm szépen a Görbebögrének, hogy biztosította a helyszínt, illetve a Patreon támogatóknak, hogy lehetővé teszik a hétről hétre való adással történő jelentkezést, hogy nagyon körülményesen fogalmazzak. Sziasztok!